Szervusztok, köszöntelek benneteket! Témánk ezúttal néhány fizikai alapjelenség körül járása lesz, tehát a mozgással, a mágnesességgel, elektromossággal, illetve a gravitációval kapcsolatban szeretnék néhány egyszerű dolgot elmondani, illetve megmutatni. Kezdjük a mozgással. Mi a mozgás? A mozgás maga a testek hely vagy helyzet változtatása, tehát bármilyen testről lehet itt szó. Számít a sebesség, tehát hogy milyen gyorsan és mekkora utat tesz meg mozgás során egy adott tárgy. Ugyanakkora idő alatt nagyobb utat, vagy ugyanakkora utat tesz meg rövidebb idő alatt, ugye ez itt a sebesség összefüggésében vizsgáljuk a mozgást. És akkor, ami igazán érdekel minket, az a mozgás állapot változás. Vagyis a mozgás állapot az kétféle lehet. Az egyik az, hogy egy test nyugalomban van, mint például ez a kis lila golyó, de az is folyamatos, illetve állandó mozgás állapot, ha egyenletes sebességgel egy irányba folyamatosan mozog, mondjuk ez a kis piros golyó, ilyenkor a mozgás állapota nem változik. Hát itt ezt kicsit nehéz ugye kivitelezni, de mondjuk tekintsük úgy, hogy itt ugyanolyan sebességgel halad végig ezen a kis szakaszon, akkor a mozgás állapota menet közben nem változik. Akkor változik, ha gyorsulás vagy lassulás történik, illetve hát a kanyarodásnál olyankor tulajdonképpen oldalirányú gyorsulás vagy lassulásként lehet a kanyarodást értelmezni. Hát ha szeretitek ugye az autóversenyt, vagy a Forma 1-et, vagy egyéb ilyen motorsportokat, akkor ott erről mindig részletesen beszoktak számolni, hogy milyen nagy gyorsulás éri ott mondjuk a pilótákat vagy a versenyzőket. Következő ugye, hogy tárgyal érintkező test mozgás állapota megváltozik, vagyis hogyha itt van egy golyó, ami most jelenleg nyugalomban van, és a másik mozgás állapottal, a másik egy mozgási energiával oda ér hozzá, akkor nyilván tovább löki, tehát itt hatással van egymásra a két test. Ugye a nyugalomban lévő test az itt szépen ácsorog, és akkor egy mozgási energiával rendelkező, az pedig átadja a mozgási energiát, tehát megváltoztatja, kölcsönhatás történik. Ugye az, hogy a két test mozgás állapota ellentétesen változik, hát ezt laboratóriumibb körülmények között lehetne még pontosabban megmutatni, de a lényeg az, hogy az a golyó, amelyik addig mozgott, az megáll, és átadja az energiáját a másiknak. Tehát itt a piros golyó el fog indulni, a lila pedig megáll. Ugye nem tökéletesen sikerül, de majdnem. A következő fizikai jelenségünk a mágnesesség. Ugye maga a mágnes az egy mágneses tulajdonsággal rendelkező fémdarab. Általában ugye vas, nikkel vagy kobalt, hát legelterjedtebb a vas, mert az van a leginkább, az a leginkább elérhető, illetve a legnagyobb mennyiségben az fordul elő, és anélkül, hogy közvetlenül érintkeznének a mágnesek, mágneses mező révén képesek hatni egymásra. Tulajdonképpen arról van szó, és ez a kép is azt mutatja, hogy a mágneses mező és a vas reszelék az kölcsönösen hat egymásra, illetve hát a mágnes tulajdonképpen a térben elrendezi ezt a vasreszeléket. Minél távolabb kerül a mágnestől a test, pontosabban ez a kis vaspor, annál gyengébb lesz a mágneses hatás. Ugye egy vasdarabot meg is lehet mágnesezni, ezt úgy szoktuk mondani, tehát egy külső mágneses mező hatására maga a semleges fémdarab, mondjuk egy vasdarab is mágneses lesz. Tehát ha mágneses mezőbe kerül, akkor ugyanúgy viselkedik attól kezdve, mint egy mágnes.
És akkor a vonzás-taszítást próbáljuk itt még ki. Ugye ennek a kis vonatnak a két végén egy-egy mágnes van, jön még egy kocsi, és ezek taszítják egymást, hiszen anélkül, hogy összeérnének, ugye nem érnek soha össze, úgyis mondhatnánk, mert mindig taszítani fogja egy kicsit, és soha nem fog odaérni. Hát így már most mind a kettőt, sőt mind a hármat is, ugye itt ezt el lehet játszani. És akkor most, ha megfordítom ezt az utolsó kocsit, akkor nekitoltam, és akkor már kapcsolódtak, és ha megfordítom a mozdonyt, akkor az is, és attól kezdve már ugye elég egyet mozgatnom a három közül, lehet ez a középső is persze, és akkor a mágnes hatására ezek már összekapcsolódtak. Hát ilyen egyszerű a mágneses jelenség, de van ennek még egy praktikus folyamánya, hogy maga a Föld is rendelkezik mágneses mezővel, ugye, és akkor ezt egy iránytűvel, egy tájolóval tudjuk használni tájékozódás szempontjából, vagyis azt a tulajdonságát az iránytűnek, hogy mindig észak felé mutat az iránytűnek az egyik, ugye jelen esetben a piros vége, piros tüskéje, tehát a földrajz irányok meghatározásánál a Föld mágneses mezője az, amit használunk. Ugye maga a földgolyó az északi sark közelében, nem pontosan az északi sarkon van az északi mágneses pólus, a déli sark közelében a déli. Az iránytűvel ugye ezt tudjuk tulajdonképpen bemérni, láthatóvá tenni, és hát ez segíti a tájékozódásunkat. Elektromosság a következő témánk. Ugye az elektromosság, hát talán ismerős nektek is, lehet így egymást megtréfálni, hogy ha egy elektromossággal feltöltött tárgyat közel visz mondjuk hajhoz, mert az egy eléggé könnyű szálú anyag, valaki akkor az vonzásba kerül. Ugye egy szorosan kell ehhez érintkezni, ahhoz, hogy az elektromos töltést elérjük, jól földörzsölünk valamit, és akkor utána lehet ilyen vicces dolgokat csinálni. De hát talán te is szoktad azt tapasztalni, hogyha egy műszálas ruhát, mondjuk egy műszálas pulóvert leveszel magadról, sötétben például látható is, ez akkor kis szikrák vannak, de füllel hallhatóan kis pattogások, hiszen olyankor az elektromos töltések sülnek ki belőle. Vagy próbáljátok meg, vonalzót papírral dörzsölgetve, az a műanyag vonalzó, ha megfelelő anyagból készült, akkor elektromossággal feltöltődik, és akkor lehet ilyen vicces dolgokat csinálni. Ugye az elektromos mező tulajdonságát tekintve így hasonló a mágneseshez, tehát a vonzás-taszítás szempontjából. Itt is pozitív és negatív töltések vannak, tehát ezek vonzák, illetve taszítják egymást, és egy test, illetve az elektromos mező között is létrejön ez a vonzás-taszítás, illetve hát lehet, ki lehet sütni az elektromos töltéseket, például nagyobb fémtárgyakhoz. Ugye itt is ilyesmit látunk, hát olyanok, mint a villámok ezen a képen, hogy egy elektromossággal feltöltött gömb, az tulajdonképpen a elektromos töltéseit, hát töltések kisülnek a környezetben lévő tárgyhoz, de mondjuk a villámhárító is ezen az elven működik, hogy ott pedig a légköri elektromosságot vezeti le ez a vashúzal. Maga az elektromos állapot azt jelenti, hogy a testekben lévő pozitív és negatív töltések aránya megváltozik, vagyis hogy ez alaphelyzetben, semleges állapotban nagyjából egyenlő, és akkor ezt meg lehet változtatni külső beavatkozással, vagy ugye elektromos töltést juttatni, olyankor már valamelyik túlsúlyba kerül.
Nyilván azért mondtam, hogy hasonló egy picit a mágneses állapothoz, mert hogy itt is a vonzás és a taszítás az azonos, illetve a különböző, illetve az azonos testek között jön létre. És ugye, ha semleges egy elektromos szempontból töltését tekintve semleges egy test, akkor az elektromossággal feltöltött test az magához vonza. Következő ilyen fizikai alapjelenségünk maga a gravitáció. Ugye például az, hogy én itt állok a talajon, illetve hát a padlón, és nem lebegek. Ez is a gravitációnak köszönhető, tehát ilyen nagyon egyszerű dolgot meg lehet mutatni, hogyha egy testet elejtek, hoppá, akkor az leesik. Ugye minden test a Föld középpontja felé fog esni. És nem csak a Földnek van gravitációs mezője, hanem egyébként minden testnek, de a nagyobb testeknek nagyobb a gravitációs mezője, tehát nyilván a Föld, mint bolygó, sokkal nagyobb gravitációs mezővel rendelkezik, mint bármely egyéb test itt a Földön. Hát persze, ha nem csak a Földet tekintjük, hanem úgy általában a égi testeket, akkor itt már más jelentősége is van a gravitációnak, ami a tömegvonzás magyarul, vagyis, hogy a bolygók, az égi testek egymást vonzák, és minél nagyobb a tömegük, annál erősebb ez a vonzás. Tehát a bolygók pályája a nap körül például így jön létre, hogy a nap egy sokkal nagyobb égi test, sokkal nagyobb tömegvonzással, és a közülötte mozgó bolygóknak a pályáját ez meghatározza, vagy például a Föld tekintetében ugye a Hold, tehát a Holdak azok pontosan azért keringenek a bolygó körül, mert hogy tömegvonzás jön létre a kettő között. Hát az egész világűr, a naprendszer ezekre az alapvetésekre épül fel, illetve tulajdonképpen a világűr, a naprendszer az felépüle nélkül is, csak az emberek ugye, a fizikusok, a csillagászok rájöttek és leírták pontosan ezeket az összefüggéseket. És mondjuk egy olyan egyszerű jelenség, hát mivel mi nem tengerparti vagy óceán melléki országban lakunk, ezért itthon nem látunk ilyet, de tengerparton tartózkodva ugye az apály és a dagály jelensége az pont a Hold tömegvonzásának köszönhetően jön létre. Vagyis, hogy a Hold az vonza magához a világóceán hatalmas víztömegét, és mindig a Földnek arra az oldalára vonza, hát amely fölött éppen a Hold van, vagyis ott van a dagály. Hát ilyen egyszerű fizikai jelenségeket és összefüggéseket szerettem volna ma megismertetni veletek. Köszönöm a figyelmet, szervusztok!